Most olyan információkat kaptok, amivel meg tudjátok alapozni mindazt, hogy valaki miért vásároljon DXN terméket. Mik azok az okok a szervezetünkben, az életünkben, a biológiánkban, amikben ezek a termékek, a DXN termékei, ezek az élelmiszerek tudnak nekünk segíteni. Következő előadónk Aviva módszeroktató, felsőfokú életmód tanácsadó, terapeuta, védikus életmód tanácsadó, ganoterapeuta. 15 éve a termékenység holisztikus támogatásában dolgozik, okfeltáró konzultációval segítve a hozzáfordulókat. Foglalkozik állapotfelméréssel, genetikai mikrobiom elemzéssel azért, hogy ügyfeleivel egyénre tudja szabni az egészségfejlesztést. Hobbija és hivatása is az egészséges életmód. Nagy örömmel adja tovább mindazokat az önsegítő módszereket, amelyeket ki a saját kezébe tudja venni élete formálására. Már közel 500 baba érkezésében adott segítséget. Missziója egészséges gyermekek születésének támogatása, mert az átlagos egészségi mutatók romlása sajnos a leendő édesanyákat is érinti. Minél egészségesebb és tudatosabb egy leendő édesanya, annál egészségesebb gyermekáldásra számíthat. Hitvallása. Bármikor és bárki odaállhat a startvonalhoz, sosem késő elkezdeni tenni valamit önmagunkért. Azért, hogy ne kiszolgáltatott betegként tekintsünk önmagunkra, belefásulva a sok keresésbe, hanem aktívan és alkotón hassunk egészségünkre, figyelembe véve az egyediségünket, a sajátosságainkat. Aki ismeri a teste működését és támogatja azt, az sikeresebb és megtalálja a megoldásokat. Amit ma teszünk az egészségünkért, az lesz a jövőnk. Előadásának címe Bélflóra. Nagyon figyeljetek, mert ezek azok a kicsi apró golyócskák, amit ki tudsz venni a ravaszodból, és bele tudsz tenni egy másikat a helyére. Fogadjátok ezeket a pici apró golyókat sok szeretettel Tóth Júlitól. Prezenter. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözöllek benneteket. Megvan a bogyó is, igen, köszönöm. Minden a Bélflóra, ezt a címet választottam most a mai előadásomhoz. Ez valóban minden. És azért minden, mert ők vigyáznak az egészségünkre. A Bélflóra az, ami hogyha rendben van, akkor biztos, hogy minden rendben van az egészségünkkel. Tessék? Ja, jó. És arra kell ezt izélni is? Oké, jó. Köszönöm. Nagyon világít. Bocsánat, nagyon világít. A Bélflóra annyira minden, hogy a gondolkodásunk, a viselkedésünk, a személyiségünk, az érzelmi világunk, az egészségünknek is az alapját adja. Gondoljatok bele, hogy van egy olyan tengelyünk, ami az immunitásunkat és az egészségünket alapvetően meghatározza, ez a bél és az agynak a tengelye. Tehát a bél meg az agy kommunikál egymással. Mi történik, hogyha egy egészséges embernél ez a tengely jól működik, akkor az agy tökéletesen vezérli az immunrendszerünket. De mi van akkor, hogyha a bél túl van terhelve, rosszul táplálkozunk, intoleranciáink vannak, amikre akár nincsen tünetünk? Akkor az történik, hogy a bél elkezd kapálózni, és akkor az agy felé küldi a jeleket, hogy segíts, ide lent nagyon nagy baj van, itten gyulladás van, és katasztrófa van itt, mire az agy leszól neki, hogy ne haragudj, drága, oldd meg magad, mert nekem nagyon sok feladatom van, nem tudok veled is foglalkozni. És ez a kommunikáció, ami az egészségünket nagyon megszabja, vége lesz ennek a kommunikációnak, és ott jönnek a betegségek. Már ugye ez a bél agytengely, lehet, hogy sokan hallottatok már erről. De van olyan, hogy bél szemtengely, bél tüdőtengely, bél méhtengely, bél ízülettengely. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a bél a fő szerveinkkel, az idegrendszerünkkel nagyon sok mindent el kommunikál. Az, hogy milyen a bélflóránk, az pedig
attól függ, hogy hogyan táplálkozunk, és hogyan válogatjuk meg az ételekben az arányokat. Szó volt ma a genetikánkról, hogy a genetikánk az egy lehetőség, de az, hogy mi történik valóban az életünkkel, az nem a genetikától függ. Miért is? Ott láthatok egy vízibolhát. Van egy olyan vízibolha, amelyiknek 31 ezer génje van. Az embernek 22 ezer génje van. Tehát, hogy még a vízibolhákhoz képest se vagyunk annyira elől. De hogyha belegondoltok, a gilisztákhoz képest viszont kétszer annyi génünk van. Tehát azért a gilisztákhoz képest jók vagyunk, egyfajta vízibolhához kevésbé, de van egy olyan növény, ez a farkas szőlő, amit ott láttok, amelyiknek 50-szer több génje van, mint az embernek. Tehát akkor tulajdonképpen a genetika szab meg bennünket, hát még a vízibolhák is közelebb vannak a célhoz, mint mi, tehát hogy nyilván nem a genetikánk. Ami igazából számít, az a bélflóránk. Miért? Mert a genetikánknak van egy része, de ami az egészségünket megszabja, az a nagyon-nagyon sok milliárdnyi bélflóra, és az a sok-sok baktérium, amit bennünk, a belünkben, a bőrünkben, a szemünkben, a fülünkben, és nagyon-nagyon sok helyen ez a flóra, ez egy speciális baktérium közösség. Nyilván más van belül, mint ami kívül, de ez a flóra az egészségünket szolgálja. És azért tökéletes a ganoderma gyógygomba, és az az örömhír van ehhez, hogy a minden gyógygombának van hatása a bélre. Tehát bármilyen gombát is ajánlunk, a Lion's Mane-t, a ganodermát, a bélflórára, mindegyik nagyon-nagyon komoly hatása van. Hogyha emlékeztek a múltkori előadásomban, meg pont arról beszéltem, hogy a gyógygombák hogyan hatnak a különböző területeken, és milyen terápiás hatással tudjátok, milyen terápiás eredményeket tudjátok használni. Az étrend kiegészítők nagyon-nagyon nem ugyanazok, mint azok az eszközök, amik a mi kezünkben vannak, tehát a gyógygombák. Az étrend kiegészítőket túl tudjuk adagolni. Emiatt már ugye eléggé bizonytalan a helyzet. Most akár csak az elmúlt egy-két hétre, ha gondolok, akkor a praxisomban van olyan ügyfelem, aki a kismama vitamint túladagolta, és emiatt most éppen egy nagyon komoly A-vitamin túladagolással éppen mindenféle protokoll termékenységet most éppen szüneteltet, mert ez az A-vitamin túladagolás ez nem tesz jó környezetet ahhoz, hogy a természetes termékenysége elinduljon. A másik, hogy a ganodermával növelhetjük nyugodtan a mennyiséget, mert nem fogunk túladagolni, és a terápiás hatást viszont növelni fogom. A terápiás hatás az pedig az, hogy minél jobban növeled a mennyiséget, annál komolyabb problémákat fogsz tudni rendbe rakni. Tehát, hogy ne féljetek a ganoderma, a Lion's Mane, a spirulinának a használatával, mert hogy lehetséges, hogy csak a terápiás dózis alatt vagyok. Tehát, hogy azért nem hat a másiknak, vagy azért nem érzi, hogy mi van, mert még nem vagyok ott azon a dózison, ahol neki már komoly egészségügyi előnyökkel járna a használata. Egészségügyi bűnöző vagyok, nem tudnak rám bizonyítani semmit, mondta egy nagyon kedves ügyfelem, és 9 éve krónikus ízületi fájdalmai vannak, most volt a héten nálam, és semmilyen okot nem találnak arra, hogy mi okozza nála ezt a problémát, úgyhogy ő egy egészségügyi bűnözőnek érzi magát, még semmelyik orvos nem bizonyította rá se a ízületi problémát, se az autoimmun betegséget, tehát igazából semmilyen betegségi diagnózist ő nem kapott még soha, de megtaláltuk a nyulat a bokorban, ahogy én mondani szoktam, és nagyon komoly bélgyulladása volt. Tehát, hogy bármi, ami autoimmun betegség, biztos van a bélben valami probléma. Meddőség, férfi, női területen biztos van valami a bélben. És hogyha célzottan
a ganodermát adjuk az ügyfeleinknek, akkor a ganoderma intelligensen rendet fog tenni a bélflórában. Tehát nem kell, a dózis növelése bőven elég ahhoz, hogy biztos, hogy eredményt érjél el. Nem szükséges az, hogy mondjam, 15 féle, meg 20 féle vitamint szedjen valaki, hanem bőven elég mondjuk egy spirulina, GL vagy egy RG a konyhában, a konyhapulton, és már is nagyon jól fogja érezni magát az ember tőle. Tehát a gyógygombának az intelligenciájára nagyon sokat tudunk bízni, mert ő egymás után számolja fel a problémákat a szervezetünkben, azáltal, hogy folyamatosan szedjük. Most van több olyan ügyfelem, 50, 60 és 70 felettiek is, akik már elértek odaig, hogy egy éve szedik a gyógygombát, és most jutottunk el oda, hogy már bárhova megy, bármilyen felülvizsgálatra, vérképre vagy bárhova, fantasztikus laboreredményeket produkálnak, és az orvosok sorra dicsérik meg őket, hogy na hát ebben a korban ilyen jó értékeket ő nem is szokott látni, úgyhogy hajrá, alkalmazzuk a gyógygombákat. Ugye hallottátok, hogy állapotfelméréseket végzek már régóta, ezzel ugye be tudom határolni azt, hogy hol vannak a szervezetben a kibillent pontjai, hol szükséges támogatni. Minden esetben jó az, hogyha úgy támogatom a szervezetet, ahol neki szüksége van rá. Tehát mondjuk, aki kimerült, az ugye nem fog, nem tudom én, 3 Margit-szigetkört futni hetente 2-szer, hanem inkább a regenerációt, a roborációt, tehát hogy az egészségének az alapjait fogja rendbe rakni. Én ezen a funkcionális állapot felmérésen táplálkozási hibákat, gyulladásokra tudok rávilágítani. Azért raktam ide ezt a képet, mert hogy nem így csinálom, tehát nem üveggömbön van, de alapvetően nagyon sok hiányállapotra, vagy akár emésztési zavarokra fényt tud derülni a funkcionális állapot felmérésem. Ez a hölgy per hete járt nálam, 18 éve nem tudott lefogyni, igen, 18 éve, 80 ezer forintot költ a havi gyógyszereire, 38 ezer forint havonta a fogyás gyógyszere. Folyamatosan, hát itt láthatjátok a leírását, hogy nem is tudott aludni, ingerültség, halálvágy, depresszió, borzalmas állapotban van, holott nemrég született meg a kisunokája, tehát hogy minden öröme ott lehetne, és elkezdte a tejtermék és cukormentes, gluténmentes étkezést, és már sokkal-sokkal jobban van, és azóta a ganoderma irányába is nagyon el van kötelezve, és nála is, ahogyan emeltük a dózist, úgy jött egyre jobb és jobb állapotba, nagyon gyorsan. Tehát a dózis emelésével le tudom rövidíteni az embereknek a gyógyulásának, a gyógyulási arányát. Én szeretek hangsúlyt fektetni arra, hogy a gyulladás okainak a felszámolása nagyon fontos, mert hogyha a táplálkozásra is oda tudunk figyelni, akkor még inkább tudunk haladni az életben. Én is kakaós csigán nőttem fel, lehet, hogy sokan mások is itt közületek, és nem nincsenek nagy hátrányaink, de a gyógygombákkal be tudjuk hozni ezeket a hátrányokat, amiket a kakaós csiga okozott, de mondjuk egy mai fiatalnak ez már lehet, hogy probléma lenne. Aki még ma is hedonista képen, vagy mondjuk fanatikusként, mondjuk itt a kamaszokra gondolok leginkább, hogyha van a családotokban, és semmiképp nem akarja megenni a spenótot, akkor adjatok neki ganodermát. Mert hogyha a ganodermát odaadod, akkor már is tudsz segíteni neki abban, hogy kikorrigálja azt a sok cukrot és méreganyagot, amit a gluténnel bevisz a szervezetébe. Én most nem szeretnék erről mesélni, mert látom, hogy nagyon kevés időm van, úgyhogy nyugodtan fotózzátok le ezeket a dolgokat, tehát hogy ez mind a GL spirulinának a hatása, a biológiai hatása, amiket láttok a felsorolásban.
A felkérés az volt, hogy beszéljek egy kicsit egy ilyen házi patika témájában a gyógygombákról, úgyhogy ezért készültem így a témával. A szájüregtől a végbélig a betegségeknek a 80-90%-át az emésztési zavarok és a bélmikrobiomja határozza meg. Tehát ha itt tudunk segíteni az ügyfeleknek, akkor biztos, hogy nagyon jól haladunk a munkával. A Cordipine, a Morinzi, a Cordyceps, a Ganoderma, a GL, az RG, ezek mind-mind-mind a gyulladás csökkentés, toxin kivezető hatása van ugye az RG-nek, akkor a GL nagyon-nagyon fontos, a bélflórát regenerálja. Bárkinek, akinek gyulladásos problémái vannak, a Ganoderma Lucidummal, azzal a rossz bélflórát teljesen ki tudjuk söpörni az illetőből. 6 hetente jönnek hozzám az ügyfelek, 6 hét alatt a Ganoderma Lucidum gyönyörűen takarít. Ezért adom a kismamáimnak is a Ganoderma, a GL-t, mert a terhesség alatt is megvédi őket attól, hogy bármilyen korokozót, vírust, baktériumot elkapjanak. És ezért is nagyon jó a GL. Bélgyulladásnál láthatjátok itt a házi patikát. A Cordipine-nal csodákat lehet tenni. A Cordipine-t akut fájdalmak alatt is gyönyörűen tudjátok használni, amikor valakinek van egy nagyon rossz gyomorfájdalma, vagy akár ezekben az influenzás időkben is, mert segíteni fog a gyulladásoknak a csökkentésében. Az emésztésre is hoztam nektek protokollokat, hogy az emésztést hogyan tudjátok javítani. A Cordipine, Lion's Mane, Spirulina, GL és ugye az Enzymix, amit ismerünk, és ez nagyon jól az emésztést segíti. A emésztésünk az 35-50 év fölött drasztikusan kezd el leromlani, tehát nagyon fontos, hogy kikorrigáljuk ezt a diszfunkciót. Fiatal anyukák vidéken találkoztak pici babákkal, és mondták, hogy minden gyerek lebetegedett az oltás után. Az ügyfelem is ott volt, és mondta, hogy az ő gyereke nem betegedett le, sőt, amióta megszületett, másfél éve, azóta semmi baja nincsen. Azóta már 3 édesanyja is jött hozzám, abból a megyéből, Balaton környékéről, ilyen kis pici totyogos gyerekekkel, mert ők is szeretnék, hogyha a gyermekük egészséges lenne. És ha megnézitek, hogy honnan jött vissza ez a hölgy, neki is segítettem már a gyermekáldásban is, ájulásos ciklusok, vércukor problémák, vastag béldaganat. És egy makkegészséges gyermeke van, és most már a második babára készülnek. Ki jégkrémmel, ki gyógygombával, mindenkire rá van bízva, hogy hogyan vigyáz az egészségére. Ugye az egyik az kicsit rossz terápiás hatással van, a gyógygombák viszont nagyon jó terápiás hatással vannak ránk. Az, hogyha valakinek van vagy nincs tünete, semmit nem jelent. Tehát attól még nagyon jó, hogyha szedjük vitamin készítmények helyett a gyógygombákat, mert akkor is fogjuk neki segíteni azt, hogy ne is alakuljon ki valamilyen más durva, kellemetlen probléma. És ezek a tünetek, amik viszont nagy valószínűséggel előfordulhatnak, de nem rakjuk mellé azt, hogy ez viszont probléma lehet. Tehát az, hogy fáradt vagyok, az, hogy energiahiányom van, az, hogy van egy bőrelváltozásom, ez biztos, hogy van valami mögöttes dolog, amit nagyon jó lenne megoldani ahhoz, hogy jobb legyen az egészségünk. Aki pedig odafigyel és választja ezeket a dolgokat, hát ez is egy csoda volt, a Cordipine volt az, ami 3 nap alatt kihozta az illetőt a sürgősségiről. Nagyon komoly fájdalmakkal ment be a hölgy emésztési problémákkal, és 3 nap Cordipine fogyasztása után a fájdalmai, a gyulladása már és teljesen elmúlt 3 nap után tudott is dolgozni. Ez is egy csodálatos visszajelzés, hogy ennyi petesejtem még soha nem volt, mint amennyit most leszívtak a Lombik protokollnál, és ezt is tudja a gyógygomba segíteni. Miért? Azért, mert a bélflórára hat. Ha jó az én bélflórám, akkor rendben van a ményálkahártyám, és rendben van a ményálkahártyám, akkor optimálisan működnek a női szerveim. Tehát optimális lesz a petefészek működése, optimális lesz a ciklusunk, optimális lesz a petesejt minősége.
ma minden negyedik, ötödik nő meddőséggel küzd, tehát óriási problémák vannak a termékenységben, viszont gyönyörűen lehet látni, hogy hónapok alatt a termékenység, a laboreredmény nagyon exponenciálisan tud egyre jobb és jobb lenni. A gyógygombákat, ugye az orvosi kezeléseket soha nem mellőzheti, de az a jó hír még, hogy bármilyen orvosi terápia mellett, ugye itt majd a vérhígítókra kitérünk, hogy bármilyen orvosi terápia mellett tudjátok biztonsággal használni. A lényeg az, hogy ne vegye be a gyógyszerét, meg a gyógygombáját mondjuk egyszerre, hanem legyen közte bármilyen kis, legyen közte mondjuk egy óra szünet. Én az ügyfeleimnek azt is javasolom, hogy még egy gyógyteát se igyanak meg akkor, amikor gyógyszert vesznek be, de még, mert akár egy fogamzásgátló gyógyszer hatását is mondjuk egy Orbánc fűtea simán ki tudja ütni, tehát hogy ne akadályozzuk a gyógyszert. A gyógygomba, mivel kiegészítő terápia gyönyörűen működik a gyógyszeres kezelések mellett. Idegrendszer támogatására, akár alvás problémákra is hoztam nektek protokollt. A Lions mint akár este lefekvés előtt kicsit elrákcsálni, vagy bevenni többet, arra is nagyon jó. A Lions mint még az emésztésnél olyan értelemben is használhatjátok, hogyha valakinek fájdalmai vannak. Fáj a gyomra, fáj a hasa, fáj a bele, akkor nyugodtan rákcsáljon el 1-2-3 Lions mint, és akkor úgy nyelje le, és nagyon szépen segíti a bélnek ezt a toxikusságból eredő, kellemetlen gyulladásos, vagy akár fájdalommal járó állapotát. Egy tündéri ügyfelem Svájcban él, online dolgozom vele most már évek óta, és szedi a GL-t meg a spirulinát, és a legutóbbi konzultációnkon elmesélte azt, hogy a férje mindent hazahozott. Tehát minden betegséget, vírusos, bakteriális, náthás, influenzás, mindenféle tünetek előtt 9 hónapig folyamatosan terhelte, neki semmi baja nem volt. A 9 hónap alatt semmit nem kapott el. Tehát, hogy ez biztos, hogy megvédi a kismamákat attól, hogy menet közben bármilyen kórokozóval találkozzanak. Ez egy nagyon fontos szempont, mert a kismama vitaminok ezeket nem tudják megcsinálni, ezt a nagyon-nagyon fontos hatást. És akkor ezt javasoltam a hölgynek, hogy akkor, hogyha kibújik a baba, mert már csak akkor hetei voltak hátra, akkor legyen kedves szóljon a férjének, hogy kezdje el már ő is szedni a GL-t meg a spirulinát, hogy ne az legyen, hogy hozza haza a kórokozókat, de ugye ott van egy csöpség, akinek még immunrendszere sincsen. Tehát, hogy nála is jöjjön ez. Immunrendszer támogatásához, tehát ez a GL, RG, Lion's Mane, spirulina, morinzi, egy nagyon jó kis kombináció, több 100 hatóanyagot bevisztek akkor, hogyha ezeket szeditek, mintha otthon van a konyhapulton akár 10-20 vagy akárhányféle étrend kiegészítő. A koleszterin egy nagyon nagy téma, nagyon sok fiatalnál látom azt, hogy problémája van már a koleszterin szintjével, és akkor ilyenkor mondják, hogy jaj, nem eszek zsírt, meg nem eszek, semmi köze nincsen igazából a zsírhoz, ezt már pár éve bejelentették hivatalos fórumokon. Ide összeszedtem nektek azokat a dolgokat, ami hogyha emelkedett a koleszterin, akkor érdemes mögéje nézni ezeknek a dolgoknak, mert ezek azok, amelyek kialakítják a magas koleszterin szintet az életmódunk miatt. Az életmódunk alakítja ki ezeket a betegségeket. Akkor magas koleszterin szintnél itt a protokoll, GLRG, spirulina, morinzi, és az omega-3 egy elengedhetetlen lesz a koleszterin témájában. A vérzsír szinteket, legyen az a triglicerid, legyen az a koleszterin érték, mind a kettő csökkenteni fogja az omega-3 rendszeres szedéssel. Ne lepődjetek meg, ha esetleg ajánljátok bárkinek az omega-3-at, és azt fogja mondani, hogy ő még nem érzi a hatását, vagy a labor nem mutatja ki a hatását. Nincsen semmi baj. Várjatok 3-4 hónapot, és csak utána kérjetek labort, mert kell 3-4 hónap ahhoz, hogy ez be a szervezetbe integrálódjon, tehát hogy ne
ne legyünk sikertelenek. Tudjuk, hogy várjál 3-4 hónapot, utána még elmihetsz laborra, és addigra már egy jó vérzsérszintet fogtok mérni. Hát a női témákat szerintem nem kell mondani senkinek, hogy az ugye a férfiaknak nem, nincs erről fogalmuk, de ezt is egy ügyfelem mondta, amikor egy kollega nője említette neki, hogy neked is elmegy az eszed akkor, amikor menstruálsz. Hát nagyon sok nőnek elmegy az eszed, sajnos így idézőjelben mondhatjuk, mert nem jó a bélflórájuk. Tehát, hogyha találkoztok olyan hölgyel, akinek menstruációs problémái vannak, nyugodtan az immunerősítő protokollt, a GL, RG, spirulinát, ezeket nyugodtan javasoljátok neki, mert akár már a plusz a táplálkozást, akár már a következő menstruációja is jobb lehet akkor, hogyha célzottan a baktériumflóráját támogatja. Itt hoztam a menstruációra is protokollokat nektek. Minden esetben, amikor női problémák vannak, ciklus problémák, a szénhidrátokat mindig vegyük számításban. Nézzük meg, hogy mennyi szénhidrátot eszünk, mennyi a cukor az étkezésünkbe, mennyi a kenyér, vagy a péksütemény, vagy a kakaós csiga, zappej, zapkás, a műzli. Tehát, hogy ezek azért nem egy magas tápértékű ételek a szénhidrátok. Tehát jó, hogyha a reggelink például nem ezekből áll pusztán. Tehát jöhetnek ezek jó élelmiszerek, de a reggelihez tegyetek hozzá még magasabb tápértékű dolgokat is, mert akkor jobban fogod bírni a napi gyűrődést, mert a vércukor szabályozást azt a reggelink fogja nagy mértékben megszabni. Tehát ha valaki délután elkezdi kihúzogatni a fiókokat, vagy a frigidert nyitogatja olyan 3, 5, 6, 7, 8 órakor, hogy én még mindig éhes vagyok, hol van valami, egy kis kesudió, hova dugtam el azt a kis gluténmentes kekszet, vagy bármi, akkor biztos, hogy aznap a vércukra kibillent az egyensúlyából, tehát nem volt jó reggeli. Ezt én magamon is érzem, amikor délután keresgélem, hogy hol van még egy marék kesudió lakásban, akkor visszagondolok arra, hogy mi is volt a reggelim, és akkor kapcsolok, hogy ja persze, alacsony volt benne a fehérje a reggelimben, alacsony volt a zsír a reggelimben, persze, hogy ki akarom rámolni a hűtőt, kora este, vagy bármilyen szénhidrátot gyorsan be akarok tolni. Tehát, hogy ez akár egy nap leforgása alatt is megtörténhet, úgyhogy ezzel tudjátok magatokat kontrollálni, hogy jó volt-e a reggelitek, hogy akkor délután megfelelő energiaszintetek van, és nem kell nyúlni valami szénhidrát után. A menopauza egy olyan téma, ami a nőknél egy borzalmas életminőséget tud behozni. Tehát, hogyha nem vigyázok arra, hogy gyulladásmentes legyen a szervezetem, akkor a menopauza lehet egy csúszda lefele. Ha gyógygombákat szed valaki, odafigyel a táplálkozására, akkor a menopauza pedig egy szuperstráda lesz, és egy nagyon jó életminőséget fogtok tőle kapni a gyógygombáktól, mert a bélflórát rendben fogja tartani többek között. Egyre több nőnél tapasztalom azt, hogy 35 évesen már az orvosi diagnózisa szerint korai petefészek kimerülése van, vagy akár ilyen preklimaktikus tünetei vannak, tehát hogy már a menopauzába csúsznak bele. Nagyon-nagyon korán, ugye? És a termékenység az meg csúszik kifele. Egyre később vállalnak a nők gyermekeket, a menopauza meg egyre inkább jön előre. Sajnos nagyon korai időben menstruálnak ma a kislányok, ez is sajnos ezzel a következménnyel fog járni. Endometriózis. Nagyon komoly téma, nagyon sok nőt érint. Sokkal több nőt érint, mint gondolnánk. Tünetmentesen is lehet valakinek endometriózisa. Ez egy autoimmun betegség alapvetően, és minden esetben az endometriózis, a mioma, a ciszta, a női problémák mögött mindig van vastagbél mikrobiom kibillenés. Mindig rossz a bélflóránk. Tehát, hogyha azt megcélzod ezekkel a termékekkel, akkor az életminőség javítása mellett ezeket a bélből eredő gyulladásokat is meg fogod oldani.
Több ügyfelem van, akik endometriózisból meggyógyultak, a legutóbbival egy nagyon fiatal hölgyel, aki a protokolljaimat csak olyan 80-90%-ban tartotta be, mert valahogy a cukorfogyasztással nem tudtunk dőlőre jutni, de gyönyörűen haladta az úton, tehát hogy egyre jobb volt a bélflórája. És a végén, amikor ott ült és hozta az orvosi leletet, hogy nem kell műteni, mert már a műtéti időpontja is ki volt írva, mert már meg is műtötték tavaly őt, és most márciusban műtötték volna újra, hát szinte megkönnyeztük ott, hogy milyen úton ment végig, hogy az endometriózisból teljesen kirántotta magát. Bélflóra regeneráció, ez volt ez egy nagyon jó endometriózis protokoll, használjátok, és tegyétek mellé a táplálkozást. Tehát nagyon fontos, mert a gyógygombák sokkal radikálisabban tudnak hatni akkor, hogyha a napi szintű gyulladásokat elimináljuk, és nem tesszük ki magunkat neki. Tehát aki úgy táplálkozik, hogy nem visz be számára gyulladást keltő kajákat, mondjuk én a gluténkazein cukorra szoktam gondolni, akkor nagyon gyors változást fog megtapasztalni. A férfiak, amikor jönnek hozzám, és akkor mondják, hogy hát itt a orvosi papírja, hogy teljesen meddő, nem lehet gyermeke, és akkor eltelik pár hónap, belibben a feleségével a konzultációra, és akkor nagyon mosolyognak rám, és akkor megkérdezem, hogy csak nem, de igen, hárman vagytok, igen, hárman vagyunk. Tehát, hogy orvosi papírja van arról, hogy meddő, és 3 hónap ganoderma gyógygombás protokoll után, úgy, hogy mellett az étkezését rendbe rakta, ott van, természetes úton jött a baba. Tehát neki már emiatt már csak lombikkal születhetett volna a gyereke, de hát azért mennyivel felemelőbb érzés az, hogy természetes úton el tud indulni a protokoll. Megsugok egy titkot. Akkor indul el a nőnek a termékenysége, vagy a férfinek a termékenysége, függetlenül attól, hogy milyen állapotban volt, hogyha ad magának annyi időt, hogy a bélflórája rendeződjön, és ahogy a bélflórára hatunk a gyógygombákkal, az a spermium minőségére is fog hatni. Az elején, mert láttam, hogy fotózzátok pára nyugodtan a diákat, mert direkt azért készítettem így, és nem akarom felolvasni, hogy a spermiumnak is van saját mikrobiomja. Tehát mi csinálunk tulajdonképpen a ganodermával? A saját mikrobiális, bakteriális közösségünket feljavítjuk, ezáltal a nőknek a ményálkahártyája, a hüvelye, a flórája, a hüvelyflórája és a férfiaknak a spermiuma is teljesen meg tud változni. Miért? Mert a gyógygombákkal a bélen keresztül a reprodukciós funkciókra is pozitívan tudunk hatni. Úgyhogy ez egy fantasztikus útvonal, egy csoda van tényleg a kezünkben. Légutak, látjátok a protokollt. Az androgyit nagyon szeretem használni, amikor ilyen légúti influenzás dolgok vannak, akkor mindenképp vegyétek elő a házi patikából, nagyon gyorsan kiránt bennünket a különböző légúti betegségekből. Akut gyulladásoknál a GL gyors energiát adó potenciáját kihasználva, a Cordyceps gyulladás csökkentő hatásával, a Morinzinek pedig ez a nagyon erős immuntámogató hatásával elég gyorsan túl tudunk lenni ezeken a kellemetlenségeken. Ízületi gyulladásoknál, fájdalmaknál is látjátok itt a protokollt. A Cordyceps-szel szeretem javasolni, hogy mindenképp kérdezzük meg az ügyfelet, hogy szed-e vérhigítót. Tehát amikor vérhigítót szed valaki, akkor javasoljátok inkább a Cordypine-t neki így akár első körben, hogy ne akadjon össze ez a vérhigító hatása a Cordycepsnek, de a GLRG-t azt nyugodtan lehet szedni gyógyszerfogyasztás mellett is. Nem tudom, ismeritek-e, biztosan Gyokovicsos ismeritek, hát mit csinál egy táplálkozási szakember, aki besétál egy
egy könyvesboltba, ez így történt meg velem, és én soha nem szoktam nézni a sportos könyveket, de valahogy a Djokovic önéletrajzi könyvét kinyitottam, és hát nem pont ott nyitottam ki, ahol éppen arról számol be, hogy azóta nőtt meg rendkívül az erőnléte, amióta az étkezéséből elkezdi kihagyni a glutént. Tehát, hogy ez is egy fontos szempont lehet. Terhesség alatt ez a protokollom, én ezt a 6-10-12-t szoktam javasolni, de nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak. Még akkor is sokkal jobbat teszünk, hogyha 2-3 GL-t és akár 8 spirulinát valaki meg tud enni. Nagyon-nagyon sokat segítetek azon, hogy a baba egészségesebb legyen a 9 hónap alatt a fejlődése, és ugyanakkor a születése után is jobb immunrendszer alakuljon ki nála. A szülés után az anyáknak, akár az anyatej állapotát nézve, akár a fertőzések elkerülése véget, és a szülés utáni regenerációban is tudjátok ezt a protokollt használni. A babáknak, ha kapnak anyatejet, az egy legesleg maximálisabb egészségtámogató táplálék. Nagyon sok nőnél tapasztalom azt, hogy megszületik a baba, és elmegy az anyatej. Tehát ha van az ismeretségetekben terhes kismama, akkor mindenképpen hívjátok fel a figyelmét rá, hogy a gyógygombákat ne hagyja abba, akkor sem, hogyha már megszületett a baba, mert az anyatejet kockára tehetjük. Akár azzal is, nagyon sok ügyfelem jön hozzám, akinek segítettem babához, és jönnek egy idő után, hogy elment az anyatej. És megkérdezem, hogy tartod az étkezést, amit megbeszéltünk még a kismamaságod előtt? Nem tartom, sajnos visszajött a glutén is, meg a tejtermék is. És mikor megy el a tejed? Megeszem a szendvicset, és utána 2 napig nincsen tejem. Utána nem eszek glutént 3 napig, meg tejterméket, megint van tejem. És akkor ugye, hogy egyértelmű, hogy ettől van? Hát igen, tényleg ettől van. Tehát, hogy a gyulladásmentes étkezésre a kismamák is törekedjenek, jó? Vagy, illetve a fiatal anyukák is törekedjenek az anyatejnek a megléte miatt. Sportteljesítmény fokozás. Ugye itt fantasztikus sportteljesítményekről számoltatok be, a Green Mix itt nagyon elengedhetetlen, spirulina, cordyceps, GL, hát ezek nagyon fontosak olyankor, amikor bárki sportteljesítményt akar fokozni. Van több sportolóm is, profi és hobbi sportolóm is, és képzeljétek el, 20-25%-ot tolnak a teljesítményükön, akkor, hogyha a gyógygombákat eszik, és nem pedig étrendkiegészítőket használnak. Tehát jelentős teljesítményfokozást tudunk elérni ezekkel a kiegészítőkkel. A Phelps, nem tudom, emlékeztek, hogy volt egy olyan olimpia, ahol a Cselacival úszott, ez már régebben volt, akkor még volt időm olimpiákat nézni, és amikor a Phelps legyőzte a Michelacinkat, akkor az interjút adott, és megkérdezték tőle, hogy na és hogyan érte el ezt a fantasztikus teljesítményt, és megosztotta benne, hogy cordycepset szedett a felkészüléskor. Tehát, hogy akár ilyen területekre is érdemes kiterjeszteni a cordycepset. Vasgyúró babákról szó volt, ugye, hogy vasgyúró babák születnek, könnyű a szülés, egészséges a baba, nagyon-nagyon sokat tudtok segíteni akkor, hogyha az édesanyja szedi a gyógygombákat. Én ezt szoktam mondani, hogy egy vasgyúró babák születnek ilyenkor, hogyha az anyuka ismeri a gyógygombákat és fogyasztja. Gyerekkor, felnőttkor, időskor patikáját hoztam még. Ez igazából látni fogjátok majd itt a korosztályoknál, hogy a termékek lehetnek szinte ugyanazok. A mennyiségnél törekedjünk, a dózisnál törekedjünk emelésre. Tehát, hogyha menopauzában, időskorban van valaki, nyugodtan menjünk a napi dózis fölé, az ajánlott minimum napi dózis fölé, és meg tudjuk ezzel erősíteni a menopauza nehézségeit, és egy nagyon klassz időskort tudunk jó életminőséggel élni. Gyerekkorra is hoztam nektek. Itt
A gyerekkornál akár gondolhatok arra is, hogy ugye a táplálkozásban nagyon nehéz őket befolyásolni, és nagyon sokan már édességfüggőek nagyon hamar a gyerekek. Ilyenkor is javaslom azt, hogy akár a GL spirulina, tehát adjunk nekik gyógygombákat, hogy valamivel mégis kompenzálni tudjuk azt a nagyon-nagyon sok kellemetlenséget és méreganyagot, amit bevisznek. Fiataloknál ugye itt is a gyerekekhez képest egy erősebb, magasabb dózisról tudunk beszélni. Nagyon sok gyereket hoznak hozzám, pici pár hónapostól iskolásig, kamaszig. Hihetetlen stresszben vannak ezek a gyerekek. Nem tudom, mi történik az iskolákban, de hihetetlen stresszben vannak ezek a gyerekek. Tehát a Lions mint akár rakjátok be egy ilyen protokollba nekik, mert nagyon túl is vannak terhelve, nagyon minősíthetetlen táplálékokat fogyasztanak, sokan már függőek is a cukorfogyasztástól, tehát hogy valahogyan védjük meg őket. Felnőtt kornál, és láthatjátok, ugye itt is szinte ugyanazokat a dolgokat javaslom, tényleg a mennyiségi növeléssel tudjátok ezt megváltoztatni. A manapság ez az ADHD, figyelemzavar is nagyon sok esetben jelen van. A Lions mérő kutatások is vannak, hogy az agynak az idegsejtjeit segítik megújítani. Ez a potenciál a Lions mérőben. Ez az a potenciál, amiben ADHD-ban, magatartászavarban tudjátok használni a Lions mint, az idegrendszerre ható hatása. Az idegrendszer tápláléka, megint csak itt van az omega 3, nagyon-nagyon fontos. Az agyunknak az 50%-a zsír. Tehát ki gondolná, hogy mi van ott a nagy keménység mögött? Nagyon sok zsír van az agyunkban. Tehát az agy az egy nagyon komoly omega 3 felhasználó. Tehát a kognitív funkciókat is gyönyörűen fogjátok tudni korrigálni az omega-3 dózisának az emelésével. Női-férfi problémákra is hoztam nektek egy protokollt, ezeket is napi rutinnal szedjétek, fogyási célok. Fantasztikus, hogy a bélflórának a regenerációjával, a gyulladást keltő táplálékok kihagyásával és a gyógygombákkal nagyon gyorsan elindulnak a fogyások. Eleinte lehet, hogy csak az ödémák mennek le, de az ödémák lemennek, és utána effektív fog lemenni maga a kilók is. Lehet, hogy már valaki egy-két ruhamérettel kisebbet hord, de mikor áll a mérlegre, akkor ugyanannyit lát, de az is lehetséges, hogy a külső környezete már megjegyzi azt, hogy jaj, de jól nézel ki, ó, már mennyit lefogytál, stb. Mert már a szervezet az anyagcseréje kezd átállni egy egészen más energianyerésre. És mindenféle italok helyett is lehet a GL-port, a spirulinát, az enzimixet, a green mixet, tehát hogy fantasztikusan jól lehet ezeket a termékeket használni a nyáron, a télen, akár csak úgy, hogy kirakod az asztalra, vízbe felhigítva. És fogok egy picit mesélni nektek az omega-3-ról, hogy mitől elengedhetetlen. Egy fantasztikus dolog lesz a kezünkbe, egy picit már ugye itt érintettem a témát, hogy az agynak is kell, a koleszterinnek is kell, a vérzsírunknak is kell. De miért elengedhetetlen? De hát a nagyanyáink szedtek omega-3-at. Nem szedett senki omega-3-at. Azért, mert a kis csirke kapirgált a kertben, és bevitte az omega-3-at. Tehát, hogy nem kellett nekünk halat enni hallal omega-3-at, mert olyan volt a táplálékunk. De ma a táplálékunk minősíthetetlen, ezért nagyon alapvető, hogy fogyasszuk az omega-3-at és a étrendkiegészítőinket. Mármint itt a ganodermára gondolok. Hol eszik egy ember, pláne magyar ember, hetente 2 kiló halat? Soha, ugye? Tehát, hogy lehetetlen bevinni az omega-3-at a szervezetünkbe. Akkor az állatok takarmánya is megváltozott, emiatt is szükségünk van az omega-3-ra. Régen csukamájolajat adtak a gyerekeknek. Lehet, hogy még emlékeztek rá.
ma nem adnak csukamájolajat, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy bepotoljuk ezt a fontos hatóanyagot. A növényi olajok is teljesen megváltoztak. Régen ugye zsírral főztek falun, ma pedig hidrogénezett növényi olajokkal, amelyek mit csinálnak? A triglicerid szintet és a koleszterin szintet emelik, tehát a gyulladási faktorunkat emelik, és mindazból keveset viszünk be, ami viszont a gyulladások ellen támogatna bennünket. Ez az omega-3. Nagyon-nagyon komoly gyulladást csökkentő potenciája van, autoimmun betegségeknél mindig alacsony az omega-3 szint. Tehát egy autoimmun ismerősnek mindenképp elengedhetetlen, hogy szedje az omega-3-at. Az egészséges omega-3 arány, omega-3-6 arány, az ugye 4:1, tehát 4 az omega-6, és 1 az omega-3. A mai átlag az a 35:1. Nagyon-nagyon rossz állapotok vannak. Volt olyan ügyfelem, akinek 152 aránylik az 1-hez volt, egy idős hölgy. Tehát, hogy nagyon-nagyon rosszak a mutatók sajnos. Én, amikor lehetőség nyílt arra, hogy megnézzük, hogy milyen az omega-3 szintünk, akkor gondoltam, hogy hát azért én biztos benne leszek a zöldben, vagy ugye a sárga és a zöld között. Tehát, hogy azért nekem, hogy biztos jól táplálkozom, gyulladásmentesen táplálkozom, azért olyan nagy baj nem lehet nálam. Megcsináltam egy ilyen labort, hát 18 aránylik az 1-hez volt az értékem. És az már a sárga mezőnek az alja volt. Tehát, hogy nagyon-nagyon nem voltunk ott, nem voltam ott a topon. Akkor... Ja igen, amikor készültem erre, mert az omega-3-ral, hogy mennyi mindent tud csinálni, akkor azt, majd mindjárt látjátok a listát, hogy mennyi mindenre jó az omega-3, vagy mennyi mindennél érdemes alkalmazni, inkább így fogalmazok. Az jutott az eszem, hogy hát ez ilyen minden lébe két kanál, tehát ez mindent visz, ez mindenre jó, és a többi. És hogy hát itt a minden lében két kanál fiúk jutottak az eszembe, ugye én már itten öreg motorosként, ezen nőttem föl a filmükön, és pontokba szedve elhoztam nektek, hogy az omega-3 hiány milyen problémák mögött állhat. Tehát az ízületi problémák, amiket itt látok, érrendszer, immunrendszer, alapanyagcsere, és ez még nem a teljes lista, mentális folyamatok, nagyon sokszor látom azt, hogy így elfelejtünk dolgokat, hogy valamit, ó, miért is mentem be a szobába, ó, miért is kezdtem el, vagy valaki idős ügyfeleim, hogy már nem emlékeznek a nevekre. Fiatal, 20-30 éves ügyfelek mondják, hogy nem tudom ellátni a munkámat, mert nem emlékszem arra, hogy mit csináltam eddig. Nagyon sok fiatalnál van. Ezeket a kognitív funkciókat is javítani tudja az omega-3, akkor, hogyha bevisszük a napi dózist. Tehát a napi mennyiség elengedhetetlen. Itt van még a további áldásos hatása. Bármilyen krónikus gyulladásunk van, biztos, hogy van omega-3 hiányunk. Autoimmun betegségeket említettem, agyműködés támogatásánul. Ugye itt akár az Alzheimer, akár a Parkinson, tehát hogy ezeknek a kivédésére is jó, hogyha használjuk az omega-3-at. Szülés utáni depresszió csökkentésénél. És van egy ilyen klassz, hogy a sejtmembrán áteresztő képessége. Ez egy nagyon fontos dolog lesz, hogy mi az, hogy a sejtmembrán áteresztő képessége, mert elhoztam nektek, hogy a sejtmembránnak az egészsége ezeket a funkciókat fogja megszabni. Tehát, ha fogyasztom az omega-3-at, azzal a sejtjeimbe bejut a táplálék, és kijut, ami nem kell, hogy része legyen. Amilyen a sejtem, ahogyan működik a sejtem, úgy működik az egész rendszerem, tehát az egész egészségemet meg fogja szabni ezt. És nagyon sokszor betegségek kezelésében azért nem tudunk természetes gyógymódokkal eredményeket elérni, mert nagyon sok energiát bepakolunk, nagyon sok eszközt javaslunk az ügyfélnek, de mondjuk a sejtmembrán áteresztő képessége nincs megoldva. Bőven elég ahhoz, hogy az egész gyógyulási folyamatot visszarántsa.
Ezért is nagyon fontos az omega 3, mert pont ezt a sejtmembrán funkciót fogja nekünk segíteni, hogy bekerüljön a tápanyag a sejtbe, és kikerüljön, aminek nem kell. Tehát ez a sejtmembrán, ez azt jelenti, hogy a sejtnek a külső felszíne mennyire áteresztő, nem zár le a tápanyagoktól. Olyankor, amikor lezár, meg merevedik a sejtünk, akkor éhezik a test. Akkor nincsen tápanyag a szervezetünknek. Hiába eszünk étrendkiegészítőket, hiába eszünk biodolgokat, nem lesz eredménye. A fiatalok esetében is az étkezés átalakulása miatt, ugye ezek a színes növényeket nagyon kihagyjuk, meg az a zsírsavakat is, tehát hogy őket is nagyon tudjuk támogatni akkor, hogyha rendszeresen fogyasztani fogják. Ez egy nagyon komoly statisztika előrevetítés, ez a WHO már körülbelül 10 éve mondja, hogy a mai fiatalok sokkal rövidebb életre számíthatnak, mint az idősebb korosztály. Ezt nagyon figyelembe kell vennünk, szerintem mindannyian látjuk, hogy a gyerekek is mennyire kevésbé egészségesek, mint a korábbi generációk. Tehát nagyon fontos, hogy a gyógygombákkal így anyagcsere szinten, gyulladásos szinten segítsük az ő életminőségüket feljavítani. Agyi fejlődéshez magzati korban elengedhetetlen az omega 3. Tehát mi csinál intelligensebb babákatra számíthatunk akkor, hogyha az édesanyja is szedi az omega 3-at. Jobb kommunikációs készség, mert jobban pörög az agy. Terhesség alatt is fogyasszuk, lehetőség szerint. És minden, ami ezek az anyagcsere szindrómák, amiből ma nagyon-nagyon sok van, ugye ez a magas vérnyomás, vérzsír, vércukor problémák, ezekre teljes mértékben elengedhetetlen az omega 3. Nagyon szükséges. Nincs olyan autoimmun betegség, ahol ne lenne hiánya az omega 3-nak és a D-vitaminnak is. Alacsony szintje a rákbetegségnél, a szellemi hanyatlásnál is meg fog mutatkozni. A nőgyógyászati betegségeknél is mindig látom, hogy alacsony az omega 3 szint. Nem tudunk megenni 2 kiló halat, nem olyan a táplálékunk, nem jutunk hozzá kapirgálós csirkéknek a tojásaihoz. Tehát, hogy nem kell, hogy mondjam, olyan illúziókat űznünk, hogy akkor mi mennyire egészségesek vagyunk. Nem tudunk élelmiszerrel bevinni dolgokat. Egyszerűen lehetetlen, mert ugyanaz az eső esik a bióra is, meg a nem bióra is, tehát az élelmiszerekben már nagyon nincsen benne az a tápanyag, ami régen benne volt. És ezért itt jön a GL, spirulina, lion's mane, mert itt nem arról van szó, mint egy étrend kiegészítőnél, hogy beviszel 6-8-10 féle összetevőt, amit hogyha kicsit többet szedsz be, esetleg még egy multivitamint is szedsz mellé, akkor túladagolhatod, hanem arról van szó, hogy több mint 700 hatóanyagot viszek be. Tehát ha a kismama rosszul van, nem eszik egészséges dolgokat, mert nem kívánja, de megkapja a gélt, megkapja a spirulinát, akkor neki ez a 700-750-e sok-sok hatóanyag, ez neki ott lesz már tálcán az immunrendszerének. Ez nagyon-nagyon fontos, mert akkor fog egészségesen fejlődni a magzat. Az első 8 hétben kialakul a szíve, kialakul a tüdeje, kialakulnak a főszervei, tehát hogy ezért is jó, hogyha kapják a gyógygombát, mert jobb lesz a szervi fejlődése a gyermeknek. Egy fantasztikus élelmiszerről van tehát szó, ami mondhatjuk azt talán, hogy egy minden lébe 2 kanál, ugye láttátok, hogy milyen hosszú volt a lista, hogy mennyi fantasztikus életmód, egészségi támogató hatása van, és napi 3 kapszulát szedjetek belőle. Ez lesz a dózis, és ez meg fog óvni bennünket nagyon-nagyon sok kellemetlenségtől. Minden jót kívánok, köszönöm a figyelmet!